Örömteli boldog arcokat és szebbnél szebb ruhakölteményeket lehetett látni a hétvégén a Feketesas bál termében. A Gregus Máté szakképzőiskola bálján az iskola végzős diákjai keringővel indították a nyitótáncot, majd csacsacsát láthatott tőlük a közönség. Csodálatos dolog végig tekinteni itt a sok gyönyörű ifjú, akik érettségizni fognak ebbe az évben. Kúszó Péter alpolgármester nyitotta meg a szombatesti bált, melynek főszereplői a Gregus Máté tagintézmény végzős diákjai voltak. Az idei estéjén 31 pár táncolt, ám akadt a közülük más intézményből érkezett diákok is. Főként lányok, hiszen az iskola szakképzéseiből eredően a fiúk vannak többségben az intézményben. Nagyon jó őket így látni, minden évben nagyon nagy élmény, egész más, mint nyilván itt iskolai körülmények között, és nagyon jó látni őket, önfeledten táncolnak, és mindenki azt mondta, hogy nagyon megérte ez a sok munka, amit ide befektettek. Ebben az évben 3 osztályban, informatika, elektronika, gépész és mezőgazdasági szakon közel 80 fiatal végez az intézményben. A táncokat immár 8. éve Bakacsi Nirostás Edit és Bakacsi László tanította be a diákoknak. A tanárpáros elmondta, a fiatalok nagyon ügyesek voltak, lelkesen figyeltek minden órán, aminek most meg is lett az eredménye. A Gregusban hagyomány az, hogy mindig keringővel kezdjük a nyitótáncot. Tavaly évben angol keringőt táncoltunk, így az idei évben ugye természetesen a bécsi keringőre esett a választás, ugye, hogy 2 évben ne táncoljunk ugyanazt. Így a bécsi keringő az adott volt, igyekszünk mindig kornak megfelelő zenékkel kedveskedni a fiataloknak, tehát a zenéket azt a fiatalok választják ki. Ugye a keringő az adott volt, hogy bécsi keringőt fogunk táncolni, hoztunk rá alternatívákat, hogy mire szeretnének táncolni, és ők választották ki a zenét. A csacsacsánál pedig tehát kicsit összetettebb volt a dolog, mert ugye ott is igyekszünk minden modernebb zenéket választani, és ott a zene alapján döntjük el, hogy mit is táncolunk valójában. A diákok szeptember eleje óta próbáltak a táncestre. A heti rendszerességgel megtartott táncpróbák egyre sűrűsödtek a bál közelettével. Nagyon jó hangulat volt, eleinte nehéz volt a táncot betanulni, de aztán egyre könnyebb lett, és a tanárok is nagyon sokat segítettek. Könnyű volt betanulni, inkább a csacsacsa volt a nehéz. A keringő az könnyen ment, a csacsacsa nehezebben. A fiatalok a 11 órás táncot is nagyon várták már, hiszen erre egy meglepetéssel is készültek. Az este további részében a Maraton Band szórakoztatta a táncolni vágyókat.